Jó napot kívánok, tiszteltek, köszöntöm az érdeklődőket, az M3 autóparban vagyunk, egy Honda Jazz fogunk megnézni közelebbről. Az autón 2006 decemberi forgalomba helyezésű jármű, 1.4-es benzinmotor van benne, 83 lóerőt biztosít a gazdájának ez a moci. A motorháztetőt kinyitottam, így bele tudunk nézni, meg tudjuk hallgatni a csendes járású motort. Megy a klíma benne, nagyon jól üzemel, bekapcsoltam, és meg is fogjuk mérni, hogy mit tud ez a klíma, szintén a benne ülők számára, valami jó kis hűvöset remélem, amit majd ugye meg is fogunk tenni, nem sokára, amikor körbeértünk és beülünk. Jó állapotú gumik vannak az autónkon, ezen a piros színű autón, meg is mutatom közelebbről, le is fotóztok, meg lehet nézegetni. A hátsó ajtót reméljük sikerült kinyitnom előbb, igen, és innen bele tudunk tekinteni a hátsó részletbe. Egy jó kis variálható tágas csomagtér, dönthető ülésekkel, rolóval van ellátva, be tudjuk ide akasztani, két oldalra ki lehet belőle venni, persze, és akkor lehet nagyon nagy tereket alakítani, amit szintén meg is fogunk nézegetni, hogy hogy lehet ezt az ülést fölborogatni. Ide be tudunk nézni alá, itt van egy kis szükségkerék, ugye ilyen kis vékonyabb verzió, van hozzá emelő, kerékkulcs, és mint látható egy tök jó kis egészséges, normál hátsó részt láttunk. Becsukjuk, így néz ki az autónk hátulról. Na, ülések. Hát kétféleképpen tudunk vele alakításokat tudja végrehajtani. Egyszer föl tudjuk hajtani kompletten így az ülést, és ide tudunk egyszer pakolászni. Hogyha ez a verzió valakinek nem tetszik, lehajtja, összehajtja innen. Várjunk, kiveszem ezt belőle. Hát, ha kijön, kijött. Így, és akkor le tudjuk ide szépen dönteni. Egész ilyen vízszintesig tudjuk dönteni. És hát itt nagyon-nagyon nagy hely lesz. Ki kell belőle venni a fejszámlát, és akkor könnyedén ezt meg tudjuk oldani. Persze a másik is ugyanígy dolgozik, ő is hasonlóképpen le fog dőlni, szépen lehet akkor aztán már is beletolni egy hűtőszekrényt a hátuljába. Bal kezünknél centrálzárgomb egyszer, és van itt egy elektromos ablakunk. Azt mondja, hogy jobb, bal. Jó, ezt is felhúzzuk. Az ülés magasságunk állítható, oldallégzsákos, és találunk itt egy ilyen kis kalantyút, ezt lehajtjuk, és akkor tudunk vele le-föl mozgatásokat alkalmazni. Ugye szervokormányos kormányról vezérelhető gyári rádió, CD-s. Szóval jól szól a zene benne, ezt meghallottuk, és a klíma is jól üzemel, ez be is van kapcsolva, mint mondottam, hallottuk, ott bent ment a ventilátora, ugye a motortérben, tehát itt van a kis méricském, ezzel tudunk méricskélni, így tudjuk megnézegetni ugye az autónak a teljesítményét, klíma teljesítményét, 2,8-ek jönnek le, tehát ilyen nullához közeli élményeket fogunk kapni, 3,4, hát így 1-2-3-4-5 fokot tud nekünk lefújni ez a klíma ezeken a rácsokon keresztül, teljesen kellemesen jó idő van benne. Feri és Peti kollégám és Concerto is szépen elhelyezkedett, tehát mindenki jól érzi magát. Azért is, mert hogy van egy olyan autónk, aminek közel 2 év műszaki vizsgája van, egyszer, 2 pedig azért, mert van egy Hondás szervizkönyvünk, elég sokáig vitték, hordták, 2019-ben 130-127 000 kilométernél volt egy szervize, amit itt látunk, és azt is látjuk, hogy 2006. december 12-én került forgalomba ez a jármű. Megvan a gépkönyve, itt tudjuk nézegetni a részleteket, több nyelven gondolom azért ilyen vastag, ez nem olyan bonyolult ez az autó, egy nagyon jó kis megbízható különben ez a motor, nagyon csendesen jár, mint minden Honda motor különben. Ez a 83 lóerő szépen viszi az autót. Persze ezt ki is fogjuk próbálni, a következő videónkban majd egy kis rövid próbautot fogunk tenni.
A váltója 5-sebességes, könnyen kapcsolható, minden fokozatot így álló helyzetben is teljesen finoman beveszi. Két darab pohártartó, és én úgy láttam, hogy itt van egy csatlakozó, egy AUX csatlakozó van ott, meg 12 volt, tehát be tudjuk dugni majd a kis kütyünket. Klímát mutattam, az működik, ugye ezzel tudjuk a hőmérsékletet, ezzel pedig a ventilátor fokozatot gyorsabbra vagy kisebbre tudjuk venni, ugye. Ezen kívül mit tudok még mutatni? 151 ezer kilométert futott az autónk, ami teljesen normális, azt gondolom 2006 decemberi autótól, 36 fok van kint, tehát szép, kellemes és jó idő van. Összességében 2 lámpa világít rajta, be van húzva a kézifélkünk, most már nincsen, és nem vagyok bekötve, ezt látjuk ott szembe, mondjuk megpróbálom magam bekötni, és akkor minden hiba mentesen teszi a dolgát. Szépen jár a moci, azt hallottuk, így rájöttek a gázra, akkor szintén szépen vágódik a mutató. Még egyszer azért próbáljuk meg egy ilyen leállítást, meg egy újraindítást, tehát szép sötét van ott. Gyújtásra tesszük, ugye látjuk, hogy van ABS is, bocsánat, mindjárt visszateszem még egyszer, tehát megjelenik és ABS lámpánk is, és ha rendben van minden, ugye akkor egy kis rövid indítás után jár a motor, szépen, ahogy előbb hallottuk a motortérből. A kuplunga teljesen finom, könnyen lenyomható, nem kell erőszakoskodnunk vele, és könnyen tudunk vele el is indulni. Már is megmutatom. Szépen megy előre az autó, és a hátrameneti fokozatot is könnyedén beveszi, és így is tudunk szépen menni hátrafelé. Ennyit tudtam mutatni így hirtelen erről az autóról. A járgányunk ugye az M3 autóparkban megtalálható, ugye Budapesten vagyunk, itt van mellettünk az autópálya, az M3-as autópálya, és így lehet könnyen ide találni, hiszen itt a Szent Mihály út van, itt pedig az autópálya mellettünk, Újpalotai Leágnál kell lejönnünk, és itt a sarkon vagyunk, itt fogjuk majd az autóinkat, ezt az autót is ugye letárolni, tehát itt lehet majd megnézegetni közelebbről. Tehát a következő videónk ez egy rövid próbaút lesz, Feri Petti és Concerto kollégával elmegyünk egy próbaútra, kipróbáljuk rajta sebességi fokozatokat, előre-hátra meneteket, mindent megnézzünk, futóművet, hogy rázkodik vagy nem rázkodik az úton, illetve a futómű zajokat is keresgélhetjük, ha lennének esetlegesen. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok, tehát az M3 autópark lesz megtalálható ez a jármű. Budapesten vagyunk a 15. kerületben, a Szent Mihály út 90 számba. Ide gyertek be hozzánk, és addigra remélhetőleg megérik a szőlő is. Meg tudjátok majd kóstolni ezt a sok-sok finomságot, amit még ezen kívül van bónuszban nektek. A viszontlátásra!